Szexuális zaklatás vágyával perlény művész a New York-i Modern Művészetek Múzeumát. Az incidens 2010-ben Marina Abramović retrospektív kiállításán történt. A Megfoghatatlan című alkotás két művészt állított szemtől szembe, szoborként, mesztelenül, némán és mozdulatlanul, lehetővé téve a látogatók számára, hogy elhaladjanak mellettük. A performance művész azért perli a múzeumot, mert szerinte több látogató megfogdosta őket, és az intézmény nem tette meg a kellő intézkedéseket azért, hogy ezt megakadályozza. A művésznő, Marina Abramović, nem vádlott az ügyben.